Névtelen első fájl. Táplálkozási útmutató. Keresztény életpályánkra Isten teremtette az embert olyannak, amilyen. Testünk, lelkünk, szellemünk fejlődése is Isten által meghatározott terv alapján történik. Nem véletlen az, hogy bizonyos állatok a születésük után azonnal lábra állnak és elfutnak, de az ember esetében ez egy éves kor körül történik meg. És az sem véletlen, hogy létezik a tej, amellyel az anyák táplálják a gyermekeiket. Éppen ezért az ember különféle életszakaszait megvizsgálva érdekes következtetéseket vonhatunk le keresztény életpályánkra vonatkozóan is, hiszen ezt maga a Biblia is megteszi számos versben, amelyeket ebben a tanulmányban át is fogok tekinteni. Az emberi táplálkozás szakaszai csecsemőkortól a szülőségig az emberi élet sokféle módon bontható szakaszokra. Én most egyfajta ilyen szakaszolást választottam, amely kifejezetten a táplálkozáshoz kapcsolódik, és kifejezetten a későbbi bibliai összehasonlításokat alapozza meg. Vizsgálatomat a születéstől indítom. 1. Anyateljes táplálás. A csecsemőt életének első hónapjaiban anyatejjel táplálják. Ez vagy saját édesanyjától származik, vagy egy másik szoptatós édesanya tejét kapja. Gyakran szükség lehet tápszer alkalmazására is, amely az szintén tej alapú táplálék. 2. Hozzátáplálás. Pépes majd szilárd ételekkel érettségtől függően 4-6 hónapos kortól vezetik be a szoptatás mellett a hozzátáplálást, mert ekkor a kizárólagos anyateljes táplálás már nem fedezi a csecsemő igényeit. A hozzátáplálás először pépes ételekkel történik, majd a később a rágásra szoktatás jegyében a szilárd táplálék is bevezethető. Ebben a szakaszban az új ízek bevezetése is fokozatosan megtörténik. 3. A szilárd táplálék kizárólagossága és önellátása. Kisgyermek egy idő után eléri azt az érettséget, amely alkalmassá teszi arra, hogy kizárólag szilárd táplálékkal táplálkozzon. A gyermek elválasztódása hónapokig vagy évekig tartó folyamat, de egyszer biztosan lezárul, és onnantól a szoptatási időszak és az anyateljes táplálás teljesen lezárul. A kisgyermekettől kezdve élete végéig szilárd táplálékot eszik. Valamikor a szilárd táplálkozás szakaszában az is megtörténik, hogy valaki képes lesz az önellátásra, tehát nem csupán enni képes a szilárd táplálékot, hanem meg is tudja azt szerezni, el tudja készíteni. Ez általában akkor indul el, amikor a gyermek felnő, elkezd dolgozni és önálló keresetéből képes eltartani magát. 4. Mások ellátása. A következő lépcsőfok a felnőtt, önellátó ember számára válik lehetségessé. Ez mások ellátása. Leggyakrabban ez család alapítással és a saját gyermekek ellátásával kapcsolódik össze, de ugyanígy mások ellátása az is, ha valaki karitatív támogatással finanszírozza az arra rászoruló kétkeztetését, megélhetését. Szellemi táplálék és növekedés. Mielőtt a szellemi táplálkozás szakaszait megnéznénk, fontos tisztázni, hogy mi is a szellemi táplálékunk a bibliai alapján. A táplálék arra való, hogy éljünk, valamint növekedjünk és fejlődjünk. Isten beszéde rémája Máté 4:4 pedig felelvén mondta, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. A fizikai táplálkozáson túl tehát Isten igéjével is él az ember, amely Isten szájából származik. Jézus bőjéből az derül ki, hogy a fizikai ételnél is fontosabb az Isten igéje. Jézus Krisztus a mennyei kenyér. Jézus magát azonosítja a mennyei kenyérrel és felszólít bennünket, hogy ő vele táplálkozzunk. Ján 6:51 én vagyok amaz élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Mielőtt még valaki igazolva látná a katolikus tradíciót, Jézus testének megevése nem egy Jézus testének kikiáltott tennivaló megevése, hanem szellemi cselekedet és Jézus beszédeivel kapcsolatos. Ján 6:63 a szellem az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok nektek, szellem és élet. Jézus Krisztus tehát önmagát azonosította be azzal a mennyei kenyérrel, amivel táplálkoznunk kell, illetve az ő beszédeit azonosította be életadó, örök életet adó szellemi valósággal.
Jézusról szóló írások. Minden írás Jézus a farizeusokkal való vitájában Mózes írásaival, tágabb értelemben véve az egész Ószövetséggel kapcsolatban is azt állítja, hogy az is Jézus Krisztusról szól. Ján 5 óra 46 perc, mert ha hinnétek Mózesnek, nekem is hinnétek. Mert én rólam írt ő, Ján 5 óra 47 perc, ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mi módon hisztek az én beszédeimnek? Pál apostol is kifejti, hogy az írások segítségével lehet fejlődni, tökéletesedni, minden jó cselekedetre felkészülni. 2 Tim 3 óra 15 perc, és hogy gyermekségettől fogva tudod a szentírásokat, melyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hitáltal. Pont 2 Tim 3 óra 16 perc, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. 2 Tim 3 óra 17 perc, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Isten akaratának cselekvése, Ján 4 óra 34 perc, mondta nekik Jézus, az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. Jézus ebben is példát adott nekünk, akik őt követjük. Ha őt követjük, akkor mi is az Atya akaratát tesszük meg, és Isten dolgait, munkáját végezzük el. És hogy mi Isten akarata és Isten munkája? Mindaz, ami a Bibliában található, és mindaz, amire Isten személyesen vezet el bennünket a Bibliával összhangban. Ez egybevág Pál apostol iránymutatásával, aki a teljes írást tartja hasznosnak arra, hogy minden jó cselekedetre fel legyünk készítve. Összefoglalás: szellemi táplálkozásunk, amely életünket, örök életünket és növekedésünket segíti elő, a következő pilléreken nyugszik a Biblia alapján. Isten beszéde rémája, Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat, Jézus beszédei, a Jézusról szóló ószövetségi írások és minden bibliai írás Isten akaratának megcselekvése. Nagyon fontos, hogy nem csupán a Biblia tanulmányozás vagy a bibliai tanítások hallgatása jelent szellemi táplálkozást, hanem tágabb értelemben véve egész keresztény pályafutásunk, amelynek során Isten akaratát tesszük meg, és Isten munkáját végezzük el. Ez megtörténheti ma testvéri összejövetel, úrvacsora, könyörgések, bőjt segítségével, vagy az igazi Isten tisztelet, a zárvák és özvegyek anyagi támogatása és önmagunk megtartóztatása a világtól által is. Természetesen Isten akaratának megcselekvésében a Biblia tanulmányozása is elengedhetetlen, mert az írott igével tudjuk összemérni a mindennapi élethelyzeteinket, ahogyan ezt Jézus is tette, amikor a sátán kísértéseire mind háromszor Isten írott igéjével válaszolt. Isten akarata, hogy érettkorúságra jussunk, a szellemi táplálkozás szakaszai mindenkinél egyedi ütemezés szerint zajlanak. Egyesek hamarabb lesznek önállóak, mások később, de általánosan leszögezhetjük, hogy a szellemi táplálkozás a tejtől indul és ott ér véget, amikor már másokat is képesek vagyunk táplálni. Zsidó óra 12 perc, mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket. És olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek, és nem kemény eledelre. Zsidó óra 13 perc, mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazságnak beszédeiben, mivel hogy kiskorú. Zsidó óra 14 perc, az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek mi voltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre. A zsidó levelében nem csupán az érettkorúság lehetősége van megemlítve, mint egy olyan opció, amelyet néhányan majd elérnek, néhányan pedig majd nem, hanem a gyermekség elhagyása és az érettkorúságra való törekvés szükségessége is. Zsidó 6:1, annak okáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre. Istennek tehát az az akarata, hogy mindenki érettkorúságra jusson, elhagyja az alapozó beszédeket, gyakorlott érzékkel rendelkezzen a jó és rossz között való különbségtételre, kemény eledellel táplálkozzon, és alkalmassá válva mások tanítására tanítson is másokat az igazság beszédeire. Az ige alapján teljesen világos, hogy a tej
fogyasztásával egy idő után le kell állni egy kereszténynek, hiszen amint gyakorlottá válik a jó és rossz közötti különbségtételben, onnantól kezdve érett korúnak tekinthető, és nem lesz arra szüksége, hogy valaki tanítsa, hanem mivel jártas lesz az igazság beszédeiben, maga is tanítóvá válik. Taníthatja a saját gyerekeit, a fiatalabb keresztényeket, és saját látásait időről időre megoszthatja másokkal, akik ezt természetesen az ige alapján megítélik, hiszen az ige a jó és rossz közötti különbségtétel hiteles mérőzsinórja. A tej ugyanis az a táplálék, amelyet más valaki ad, miután a kemény eledelt megrágja, feldolgozza, megemészti, átalakítja tejé, amit a tejet kapó általában csecsemő csak lenyel és gyorsan megemészt. Ezzel szemben a kemény eledel az, amit az ember saját maga dolgoz fel, emészt meg, miután, ha tényleg érett emberekről beszélünk, beszerezte az alapanyagokat, elkészítette és megrágta az ételt. Ugyanezt Pál apostol megerősíti az Efézusi levélben, ahol a felkészítés munkáját végző ajándékok céljáról beszél. F4:14, hogy többé már ne legyünk kiskorúak, akik hullámokon sodródnak és összezavarodnak a tanítás mindenféle szelétől, ami az emberek csalásában és a megtévesztés mesterkedésének ravasságában van. Világosan látszik itt is, hogy Isten akarata a kiskorúság elhagyása. A szellemi táplálkozás szakaszai csecsemőkortól a tanítói létig az első fejezetben az emberi táplálkozás szakaszai alapján bevezetett kategóriák a szellemi táplálkozás esetében is helytállóak. Ahogyan ezt az ige alapján is láthatjuk. 1. Anyateljes táplálás 1 Pét 2:1 levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást. 1 Pét 2:2 mint most született csecsemők a tiszta hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. 1 Kor 3:1 én sem szólhattam nektek atyám fiai mint lelkieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek. 1 Kor 3:2 tejnek italával tápláltalak titeket, és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt még most sem bírjátok meg. Világosan látszik, hogy az újjászületés után tejjel való táplálkozásra van szükség. Isten egyetlen újjászületett hívőtől sem várja el, hogy önállóan táplálkozzon, ezért mindig küld olyan embereket, akik tejjel tudják táplálni a friss hívőket. Néha ez a táplálás élő szóban történik, néha könyvek elolvasása is segíthet ebben. Néha személyesen történik, néha tanítások hallgatása segítségével. Mindenképpen az jellemző erre az időszakra, hogy a hívő másoktól kapja a táplálékot, mások biblia ismerete, hite, cselekedetei jelentenek neki mintát, hogy ő is Jézus Krisztus tanítványává váljon. 2. Hozzátáplálás pépes majd szilárd ételekkel Pál apostol világossá teszi, hogy a tejről a kemény eledelre való átállás nem egyik napról a másikra zajlik, egyik nap még a hívő tanítókat hallgatott, másnap viszont már önálló hívő élete van. Ez nem így történik, hanem első körben még a szilárd táplálékot is mások adják a hívőknek. 1 Kor 3:2 tejnek italával tápláltalak titeket, és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt még most sem bírjátok meg. Kemény eledel minden olyan dolog, amely a hívők aktivitását is elvárja, hogy ne csak nyeljék a tejet, hanem rágják meg a kemény eledelt. A nyelés ugyanis feltétlen reflex, a rágást viszont tanulni kell. Jézus például feladatot adott a tanítványainak. Kiküldte őket először a 12-t, utána a 70-et és pontos iránymutatást adott nekik, hogy hirdessék az örömhírt, közben pedig mit tegyenek és mit ne tegyenek. Utána pedig a visszatérő tanítványok jelentették, hogy mik történtek. Pál apostol is hasonlóan járt el, amikor maga mellé vette Titust, Gal 2:1, vagy amikor Pál és Barnabás maguk mellé vették János Márkot, Apcsel 12:25. A maguk mellé vett tanítvány ilyenkor már az apostolokkal együtt utazott, segítette munkájukat, de az egész munka felelőssége még az apostolokon volt. 3. A szilárd táplálék kizárólagossága és önellátás. Jézus is és Pál is csak néhány évet töltött a tanítványokkal, azután pedig magukra hagyták őket. Ez felfogható az elválasztásnak, amikor teljesen megszűnt az anyateljes táplálás a tanítványok életében, és onnantól már csak magukra voltak utalva.
Jézus elküldte a Szent Szellemet, aki alkalmassá teszi a tanítványokat arra, hogy belülről vezetve tudják Isten akaratát megtenni és szolgálatukat ellátni. Jézus szerint ez az állapot jobb nekünk, mintha ő testben itt lenne közöttünk. Ján 16:7, de én az igazat mondom nektek. Jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. Ján 16:13, de mikor eljő amaz az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra, mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti nektek. Amikor az ember megismeri Isten akaratát és átfogó képet kap arról, amiket Isten cselekszik, akkor lehetséges nem csupán szolgai, hanem baráti viszonyba is kerülni Jézussal. Ján 15:14, ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok nektek. Ján 15:15, nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtulattam nektek. Ján 15:16, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ján 15:17, ezeket parancsolom nektek, hogy egymást szeressétek. Ekkor az ember már nem parancsként tekint Jézus szavaira, amelyet szolgaként kell végrehajtania, hanem Jézus barátjaként, Jézus és a testvérek iránt érzett szeretetből teszi meg az ember azt, amit Jézus meghagyott. Ennek a felnőtt állapotnak a jellemzője az, hogy valaki járatos lesz az igazság beszédeiben, ítélő képessége pedig gyakorlott lesz a jó és rossz megkülönböztetésében. Zsidó 13:1, mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazságnak beszédeiben, mivel hogy kiskorú. Zsidó 14:1, az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek mi voltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre. Pál apostol az efézusi véneknek el is mondta, mikor elbúcsúzott tőlük, hogy ő mindent megtett, amit csak lehetett, de innentől a felelősség az övék. Apcs 20:26, azért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindeneknek vérétől tiszta vagyok. Apcs 20:27, mert nem vonogattam magamat, hogy hirdessem nektek az Istennek teljes akaratát. Apcs 20:32, és most, atyám fiai, ajánlak, rábízlak, átadlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége igéjének, aki felépíthet és adhat nektek örökséget minden megszenteltek közt. Jézus és Pál is világossá tette, a felnőtt életben az ember már csak Istenre és az ő kegyelmessége igéjére számíthat, az emberi felügyelet, támogatás, példamutatás ideje véget ért. 4. Mások ellátása a szellemi felnőttségre, Krisztusban való érettkorúságra eljutott, szellemi önellátásra képessé vált tanítványok szinte azonnal és automatikusan alkalmassá válnak mások ellátására is. Jézus így búcsúzott tanítványaitól. Máté 28:16-11, tanítvány pedig elméne Galileába a hegyre, ahová Jézus rendelte vala őket. Máté 28:18, és hozzájuk menvén Jézus szól a nekik, mondván, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Máté 28:19, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Máté 28:20, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen, a tanítványok feladata tehát mások tanítványá tevése, amely során a tanítás kiemelt fontosságú. A zsidó levél is ezt erősíti meg. Zsidó 12:1, mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, Pál apostol is ezt emelte ki Timóteusnak. 2 Tim 2:2, és amiket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzat hív emberekre, akik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek.
Nem csupán arról van szó, hogy Pál megbízta a szolgálattal Timóteust, hanem fontosnak tartotta, hogy Timóteus is olyan embereket bízzon meg, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. És nem csupán a Pál Timóteus által megbízott hűséges emberek mások tanítási láncolat létezik, hanem Pál apostol külön kiemelte, hogy a tanítványok egymást is tanítsák, építsék. 3 óra 16 perc a Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon minden bölcsességben. Tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. A gyülekezet állapota. Konklúzió. A Biblia alapján nyilvánvaló, hogy Isten akarata a szellemi érettségre való eljutásunk. Nem a távoli jövőben vagy a mennyben, hanem itt a földön néhány év után. A tanítványi lét feltételezi, hogy felnőttségre, érettségre, szellemi önellátásra alkalmas emberek tesznek tanítványokká másokat. Sajnos a keresztény gyülekezetekben ma ennek szinte nyomát sem látni. A hívők nem válnak önállóvá, hanem élethosszig függnek szolgálók, igehirdetők, gyülekezetvezetők, pásztorok szolgálatától, beszédeitől. Életük végéig tejet fogyasztanak és soha nem nőnek fel és még a tejtől való elválasztásig sem jutnak el. Keresztény tömegek nincsenek tisztában azzal, hogy mit mond a Biblia és a tanítások akármisze lehajtja őket. A lehetséges felkészítőket, Efézus 4, akik fel tudnák őket készíteni a szolgálatra és Krisztus testének építésére elnyomják, kiszorítják a gyülekezetben a testi indulatokkal rendelkező pénz- és hatalomcentrikus szolgálati ajándékok, akik leuralják a hívőket. Itt az idő arra, hogy felnőjünk. Itt az idő, hogy emberek helyett Jézus Krisztust kövessük, a Szent Szellem vezetésében járjunk és rábízzuk az életünket Istenre és az ő kegyelmessége igéjére. Ezt a hangos könyvet kizárólag látássérült emberek számára készítette a Dex 2.7. Csak ingyenesen módosítás nélkül terjeszthető. Készült az Informatika a látássérültekért alapítvány és a BMTMIT összefogásával, a fogyatékos személyek esélyegyenlőségéért NKFT támogatásával.